A koronavírus hatással a gazdaság minden területén érzékelhető. A belföldi e-kereskedelem folyamatosan növekszik, a vásárlók egyre tudatosabban vásárolnak. A 18-79-es korosztályból gyakorlatilag 10-ből 9 ember már biztos, hogy járt valamilyen webshopban. Egyébként növekszik a havi, illetve a heti vásárlások gyakorisága is. A kosárérték korábban 1000 forint körül állt meg, most már ez is magasabb. Egyébként minél magasabb a kosárérték, a gyakorisága annál alacsonyabb. Nagyon-nagyon fontos szerepet kapott eddig is a kényelem, illetve a kedvező ár, azonban a tavalyi év során felértékelődött a biztonságnak a szerepe. A Promolab egy olyan digitális platform, amely lehetőséget ad arra, hogy ezeket a kereskedelmi folyamatokat az ügyfeleink felpörgessék, fellendítsék. Egy keretrendszer, amiben gyakorlatilag bármilyen nyereményjáték nem is megvalósítható, az ügyfelek ezeket a kampányokat saját arcolatukra tudják szabni, és minden egyes kampányról valós idejű statisztikákat kapnak. Ezek a statisztikák azért fontosak, hogy sokkal jobban megismerjék a saját fogyasztóikat, és célzottabban tudjanak kommunikálni feléjük. Kezdetben volt hálózatok, illetve webshopok felé kommunikáltunk. Olyan ügyfeleket kerestünk akár, akik több termékkel vagy több piacon is jelen vannak. Az iLex Tucson piactéren keresztül hamarosan a KKV-knek is lehetősége lesz arra, hogy kipróbálják szolgáltatásainkat. Az üzleti hasznosítás mellett a dinamikus növekedésben is segítségünkre van a piactér, egyetemi kapcsolataik révén tárgyalásban vagyunk, nagyobb fejlesztési kapacitások kihasználására.